Hello, hello! Jó napot kívánok mindenkinek! Ma megint csinálunk egy ilyen francia videót, de hogy kell franciául olvasni? Kezdjük, jó? Van még egy olyan bonyolult dolog franciául, hogy ENT egy szó végén. Szóval, ezt az ENT-t attól függ, hogy milyen szóról van szó, hogy ki kell-e mondani, vagy nem. Például, ha azt mondjuk, hogy il ment, ő hazudik. Il ment. Itt ki kell mondani, mivel ez a szó, ez mentir, és ezt úgy kell kimondani, hogy en, 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 a T betűt azt nem mondjuk. De például egy ige végén, többszörös szám ige végén, mint il, el, ők, ige végén, nem mondjuk ki ezt a ENT-t. Mint például vesznek. Ils achètent. Ils achètent. Ils achètent. Ils achètent. Vesznek. Csináljunk egy teljes példát. Ils achètent de la viande. Vesznek húst. Ils achètent de la viande. Ils achètent de la viande. Ils achètent de la viande. Amikor normálisan beszélünk, úgy mondjuk, hogy ils achètent de la viande. Vesznek húst. Szóval achète a végén, ENT, de nem mondjuk ki az NT betűt, mert az ige tulajdonképpen az acheté. Acheté, és ebben nincs N betű, hogy ki kelljen mondani az N betűt. Szóval acheté, venni. G betű, G-U-val, mint például gitár, G-U-I, gitár, la gitár, la gitár, a gitár, la gitár, gitár, la gare, la gare, la gare, a vasútállomás, la gare, une gomme, egy radír, une gomme, egy radír, fatigué, fáradt, fatigué, il est fatigué, szóval ő fáradt, il est fatigué, il est fatigué, ő fáradt. Il est fatigué. Remélem, hogy tetszett ez a lecke, és majd legközelebb is találkozunk. Sziasztok!